Energetikai korszerűsítés zajlik az Opus Esseri Emlékparkban. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Márjavában zajlanak a munkálatok a Feszti körgépnek otthont adó rotunda épületében. A fejlesztés sajtónyilvános esemény keretében mutatták be az Opus Esseri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A projekt keretében megújul a rotunda épület, a fejlesztéseknek köszönhetően a korábbi földgáz felhasználás teljes mértékben kiváltásra kerül. Az épület klimatizálását geotermikus, valamint napenergia felhasználására épülő új modern rendszer biztosítja. A projekt 1 milliárd forint támogatásból valósult meg, és a várható befejezése 2023. október 13. A rendezvényen Kertész Péter, az Opus Esseri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgatója köszöntötte a résztvevőket, és kiemelte, hogy a beruházást, ami az emlékpark életében kiemelt jelentőséggel bír, több éves előkészítő munka előzte meg. Nagyon nagy eseményben várta is, hogy a fejszélyt az Opus Esseri Nemzeti Történeti Emlékpark, és már megszokhatták, hogy szinte minden évben van valami bejelenteni valók, egy-egy új projekt, egy-egy új megújulás, de ilyen nagyszabású beruházások azonban az emlékpark életében is ritkák. De legutoljára 2015-ben adtunk át egy hasonlóan nagy volumenű beruházást, amely ennek akár a látható központ felépítéséről is szól, illetve hát a rotunda épületünk is megújult akkor, de akkor még csak a kiállítások és kiállító terek. Mi már akkor számoltunk azzal, hogy az épület az 1980-as években épült, és már egy elavult gépészeti berendezése volt, illetve egy elavult gimnáziáló voltak, amely amikor megépült az épület, ugye a 90-es években került átadásra, elég hosszan épült a 80-as években, de mégiscsak olyan gépészeti rendszereket tartalmazott, amelyet a 2010-es években is már azt mondhattuk, hogy rég és elavult gépészeti rendszer volt. Egy múzeum életében ez nagyon-nagyon fontos. Mivel egy múzeum épületnek meg kell felelni annak az elvárásoknak, amelyek a műtárgyvédelemmel is kapcsolatosak, és hát itt a legfontosabb talán az, hogy állandó hőfokot tudjuk tartani, állandó párát, ez egy különleges technikát igényel mindenképpen, hiszen azok a különleges tárgyak, műtárgyak, amiből gyakran csak egy-egy darab létezik a világon, megfelelő körülmények között kerüljenek bemutatásra. Idáig nem volt probléma, hiszen az épületet Novák István tervezte a 80-as években, és eleve úgy tervezte meg, hogy ezeknek a feltételeknek, a mindenvédelmi előírásoknak megfeleljen maga az épület, de mi már 2014-ben elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen lehetőségek lesznek majd az épület energetikai korszerűsítésének megújítására. Magánzon a projekten 2019-ben kezdtünk el igazán dolgozni, akkor kezdtünk el gondolkodni, hiszen sejtettük már, hogy itt az energia válság lassan-lassan begyűjtőzik, hogy az egész földrészen az ember olvasatott mindenféle médiumokat, itt a globális felmelegedéstől kezdve mindenféle problémákat lehet hallani, és ezért mi már a kollégáinkkal elkezdtünk ezen dolgozni, mert azt mondhatom, hogy a projektet tulajdonképpen már 2019-től igyekeztünk előkészíteni. A rotunda épület az egy különleges épület, hiszen már eleve a fesztiválképp bemutatására készült, tehát az a fő attrakciója, de ugyanakkor 18 kiállítás, állandó kiállítás található az épületben, ami ugye nagyon megnehezíti azt, hogy hogyan és miképpen tudjuk bemutatni akár egy ilyen építkezés alatt, tehát eleve úgy kellett gondolkodnunk, hogy az emlékparkot nyitva tudjuk tartani, hogy egy ilyen nagy beruházás is elindult, de én azt gondolom, hogy ennek is meg tudunk felelni, és az emlékpark már ki is nyitott a kapuit, annak ellenére, hogy egy hatalmas, nagy energetikai megújításon esik most át az épület. Miről is szól ez a mostani
energia ára, ugye a hatalmas a kirekedési kapcsán, így majd az emlékpark egy kicsit fel tudja kirekezni, hiszen az energiafogyasztásunk nagy része a nyugatányra ugye ebben az évben kerül felhasználásra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan országos egységnyugatányra projektet hagyunk most végre, amely példaértékű lehet akár másik országos múzeumoknak is. Az energetikai fejlesztés részleteit Jablonkai László, a kivitelező cég, a Hungaroszám BT ügyvezetője mutatta be a sajtónak. Egy néhány szót az épületről, tehát annyit kell tudni, hogy a Rosmóda épületről beszélünk, hogy ez egy 6000 méter alapterületű épületről. Ha légkörméterre megmozgatott levegőt kell alapul venni, az mint egy 38000 körméter levegőt kell folyamatosan megmozgatni az épületen belül. Nagyon fontos a projekt kapcsán is kiemelt kielégítő két darab nagy teljesítményű, mint egy összesen
hőszigeteléssel. Ezen két beruházási ár további kb. 10-11% energiamegtakarítást eredményez az épület jövőbeli életében. Ami még nagyon fontos és a projekt részét képzi, az maga a világítás technikai rendszer korszerűsítése. Ezek összes többségében ledes fényforrásokat, illetve ledes izzókat jelentenek. Maga a ledes izzó cseréje mellett, a fesztikörkép megvilágítás is teljesen megújul. Világítás korszerűsítéssel, hogyha a világítás az előző állapotot kell mérni, akkor döntő többségében egy 25-30%-os energiamegtakarítást fogunk elérni az épület jövőbeli életében. Maga a villamos energia részleg és kiváltására az épület tetején napelemek kerülnek elhelyezésre. Összességében véve egy 40 kW teljesítményben, éves szinten kb. Egy olyan 44-45 ezer kilowattóra villamos energiát fognak kiváltani. Értem ezt ugye a ledes izzók cseréjéből eredő megtakarítás mellett ezt további megtakarítást tud eredményezni. Tehát maga a projekt komplex, a kihívás, én azt gondolom, hogy műemléki környezetben elvégzendő feladatokhoz mérten mindig szép és komoly. Majd a rendezvényt követően helyszínben járáson vehettek részt az érdeklődők. Szabó János Bence, református segédlelkész húsvéti gondolatai tekinthetik meg a következőkben. A húsvéthoz közeledve most a nagybőti időszakban vagyunk, így erről az időszakról, így a húsvéthoz való várakozásról kérdezzük Szabó János Bence, református segédlelkészt. Köszöntöm Önt, kicsit beszéljünk is erről az időszakról. Köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, hát ez a húsvét ünnepkör, meg maga a húsvét is gyakorlatilag a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, mondhatjuk így. Luther Márton, aki ugye a reformációt elindította, ő azt mondta, hogy a kereszténység az a kereszt teológiája, és hát a kereszt áll ugye a húsvétnak a középpontjába, úgyhogy nyilván ez általában a kereszténység életében is egy nagy dolog, amikor a húsvétre készülünk, azt várjuk meg itt a gyülekezetünk életében is, hiszen a húsvét annak az ünnepe, hogy Jézus Krisztus, az Isten báránya, ugye magát áldozta a mi bűneinkért, és ez a legmeghatározóbb, ez gyakorlatilag a keresztény hitünknek a központja. A bőjt előzi meg ugye nagy bőjt a húsvéti ünnepet, ez onnan ered, hogy Jézus is a szolgálata előtt ugye 40 napot töltött a pusztában, és úgy készült, hát ő ott nagyobb küzdelmekkel kellett, hogy szembenézzen, mert a sátánmal kísértette meg háromszor is. Mi a bőjtben ugye megpróbálunk azért egy kicsit több időt, több figyelmet szentelni az Úrra. De hagyományosan ugye ez étrendbeli bőjtöt jelentett. Én azért el szoktam mondani, gyerekekkel is foglalkozok, hogy sokszor szerintem nekünk már más dolgokról vagy nehezebben megy a lemondás, mint mondjuk a húsról. Gondolok itt akár az elektronikai eszközökre, telefonokra, meg egyebekre. Sokszor ezekbe talán jobb bőjtöt tartani, és az ott megnyert időt, azt tényleg mondjuk Istenre fordítani, egy kis imádkozásra, bibliaolvasásra, úgyhogy ilyen módon lehet készülni egy ilyen ünnepre. Jézus kereszthalála kapcsán az érdekesség, hogy ez nem a semmiből jött, nem ilyen derültékből villámcsapás, hanem a Bibliában, az Ószövetségen keresztül végig Isten ezt nagyon szépen előkészítette, hogy mire van az embernek szüksége ahhoz, hogy megtisztulhasson, hogy olyan, hogy elnyerje a bűneire a bocsánatot, és a Biblia iskolánkban pont Mózes harmadik könyvével foglalkoztunk a héten, ahol talán elsőre nehezen érthető ilyen áldozati törvényekről van szó, de hogyha kicsit belemélyünk, akkor abban is az látszik, hogy Isten ezekkel az áldozatokkal és az erre vonatkozó törvényekkel azt mutatta meg, és azt akarta megtanítani az ő népe számára, hogy milyen fontos a tisztaság és a szentség. És ezt a szentséget, ezt az Ószövetségben úgy nyerték el, hogy bemutattak egy áldozatot, és tudták, hogy
Isten az áldozat miatt, a helyettes áldozat miatt nem tekinti őket bűnösnek, vagy elfedezi az ő bűnüket, és ezek az ószövetségi, hát akkor még állatáldozatok, ezek is mind Jézusra mutattak előre, ahogy említettem, hogy ő Isten báránya, aki önmagát áldozta. Hát nekünk, hála Istennek, már nem kell állatokat áldozni, mert Jézusnak az egyszeri, tökéletes, engesztelő halála az elfedezi minden bűnünket. Gyakorlatilag ezt ünnepeljük húsvétkor. A húsvét szempontjából a gyerekeknek készültek-e valamivel? Igen, hát ami plusz alkalom, az ugye nagypénteken lesz itt istentisztelet, ott Jézus halálára emlékezünk, akkor lesz a gyermekeknek is istentisztelet, vagy gyerek istentisztelet, igen. Illetve hát húsvét első és másodnapján, vasárnap és hétfőn is szokott lenni istentisztelet. Vasárnap lesz a gyermekeknek, hétfőn, akkor már ilyen családias alkalmat tartunk, az ott már olyan környezetben zajlik. Szalai Józsefné Marika lett a Városi Nyugdíjas Klub elnöke. Őt kérdeztük a klub múltjáról és jövőbeli terveiről. A Városi Nyugdíjas Klub elnöke lett Szalai Józsefné Marika. Köszöntjük őt itt. Erőször is beszéljünk kicsit így a nyugdíjas klub múltjáról, ki is volt a vezetője, és hogyan is került ön az élére. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és szeretettel köszöntöm először is a klubtársakat. A klub vezetője Horváth Négycuka volt 10 évig, most lejárt a 10 éves, tehát újra választást kellett megtenni a klubba, és ő úgy döntött, hogy nem kívánja tovább folytatni, és így került sor arra, hogy elnök helyettese voltam korábban a klubnak, és akkor így úgy döntött a tagság, hogy engem választ elnökének. Elég fölfrissült a klubcsoport, nagyon sok új tagunk jött azóta, jelenleg 107-en vagyunk. Természetesen ebben vannak egészen idősek is, akik már csak tiszteletbeli tagok, nem járnak el a klub foglalkozásra, csak időnként megemlékezünk azért róluk is. Egész pezsgő élet folyik, szinte minden héten van valami programunk jelenleg, és voltak már a rendőrségtől egy videóvetítéssel hát a saját vagyonainkat, értékeinket védelméből egy előadást tartani, ami nagyon szuper volt. Dr. Sejben Győző volt ott, vetített filmmel, tehát tényleg az is egy ilyen hangulatos kis előadás volt. És volt a cukorbetegségről, magas vérnyomásról, a mentőállomásról Sejben Viktor előadást tartani, szintén nagyon érdekes előadás volt, és hát volt a farsangunk, ami nagyon pezsgőre sikerült, élőzenével, és volt az idősek hagyományából egy vonatos tánc is, mulatság, ahol csak tényleg azok maradtak ülve az asztalnál, akiknek nagyon-nagyon fájt a lába, tehát nagyon jó hangulatos. Most a nőnapra készülünk, ami március 13-án hétfőn lesz. Nagyon aktív a csapat, én nagyon hálás vagyok mindannyiójuknak, mert tényleg mindenbe segítenek, el is felejtettem, hogy most hétfőn meg kokárdákat vartunk. És készülünk ugye a 15-ére is. Aktívak, mindig sokan vannak hétfőnként, ha nincs programunk, akkor is sokan megjelennek, 40 fővel, 40-50, 60 fő, tehát tényleg mindig sok személy van ott. Annyit módosítottunk, hogy egy picit mindig hangulatosabb, ünnepibb legyen, hogy vagy egy elbeszéléssel, vagy egy verssel nyitjuk mindig minden hétfőn a klubnapot, amit szintén nagyon köszönök a szavalóknak, Magon Gyurinak, Sisákné Erzsikének,
hogy vállalják, de bízom abban, hogy egyre többen fognak majd úgy egy-egy kis prózát vagy verset elmondani. Itt nem az a lényeg közöttünk, hogy ne ejtsünk bakit, mert ez már bizony megtörténik, hogy egy picit feledékenyek vagyunk, és nem mindig jut minden strófa hirtelen. Hát, ha tévedtünk, tévedtünk, majd kijavítjuk ott mindjárt. A jövőben még milyen programok várhatóak, és lesznek egy kicsit másabbak az előző időszakból, kirándulások, vagy bármi? Áprilisban az gyakorlatilag a Nyugdíjas Klub és a Napsugár Otthon Lakóért Alapítvány közös programja, amelyen részt Alzheimer Cafét szervezünk, ahol szeretettel várjuk szintén a klubtagokat, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszönöm a Zefir cukrászdának, amit elfelejtettem mondani, és a Zizikének, a Zefir cukrászdának a süteményeket, Zizikének meg a tulápjánokat, amit felajánlott a nőnapra. És az áprilisi programunk gyakorlatilag az Alzheimer Caféval folytatódik, majd májusban elsőjén szeretnénk kimenni a térre egy kis majálist csinálni magunknak, utána az anyák napját megünnepelni, és szeretnénk májusban egy kirándulást is, úgy május második felében, aminek a szervezése folyamatban van. A Turulmadár szoborhoz Tatára mennénk el, meg a Májki Remete parkba, látogatóba, hát meg ami esetleg ott a közelben még belefér az időnkbe. Júniusban lesz az uraknapja, amelynek még a programját marad, tartsuk titokba, meglepetésnek szánjuk a férfiaknak. Egyébként arra hogy van lehetőség, hogyha valaki csatlakozni szeretne a klubhoz? A klub nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, aki befizeti a klubtagság, ami 3000 forint a klubtagdíj, bárki fiatalabbak, idősebbek csatlakozhatnának, nagyon-nagyon szép létszámmal már most meghaladtuk a 100 főt, vagyunk egy-egy rendezvényre, már most nem elég annyi asztalsor, mint korábban, már most mostani nőnapra is kértem a fiúkat, hogy 5 asztalsort helyezzenek be, mert olyan 120 körül veszünk részt rajta.